Talán bele se gondolunk, de mindennapi tevékenységeinknek, például a mobiltelefonozásnak, televíziózásnak, számítógép használatnak, vagy akár az utazásnak is nagyon súlyos energiaigénye van, amit valahonnan elő kell teremteni. Egy 2010-es felmérés alapján ezt az energiát bolygó szinten több mint 80%-ban a fosszilis energiahordozók biztosították, úgy mint a kőolaj, földgáz és kőszén. Mára már bebizonyosodott, hogy ezen energiaforrások milyen károsak, hiszen többek között az elégetésük során keletkezett üvegházhatású gázok okozzák korunk egyik legjelentősebb környezeti problémáját, a globális felmelegedést, ami maga után vonja többek között a biológiai sokszínűség csökkenését is. Éppen ezért fontos, hogy folyamatosan növekvő energiaigényünket más, lehetőleg megújuló energiaforrásból pótoljuk. Annál is inkább, hiszen a fosszilis energiahordozó készletei végesek. Szerencsére a megújuló energiaforrások évről évre egyre nagyobb szerepet kapnak az emberiség energiaigényének fedezésében. Az egyik leginkább alkalmazott berendezés a szolárpanel, melynek két típusát különböztetjük meg. Az első a napkollektor, ami a napsugárzás segítségével meleg vizet állít elő. Külsőleg hozzá hasonló a napelem, melyel elektromos áram termelhető. Mindkettő előnye, hogy nem csak nagy vállalatok, iskolák vagy lakótelepek engedhetik meg maguknak, hanem akár egyénileg is üzemeltethetőek, használatuk független a globális energiaszolgáltatóktól. Azonban az ELTE környezetoptika laboratórium kutatói kimutatták, hogy ezen környezetbarátságuk miatt zöldnek titulált energiaforrások nem annyira zöldek, mint azt korábban gondolták. A probléma oka a fény polarizációjában rejlik. A sima, fényes fekete mesterséges felületekről visszaverődő fény polarizációs tulajdonságai gyakran megegyeznek a természetes vízfelszínekről tükröződő fényeivel. Ha egy vízirovar a víz pont ezen tulajdonsága alapján szeretne például petéző helyet keresni, úgy könnyen egy ilyen mesterséges felületre tévedhet, hiszen ezek gyakran még vonzóbbak is számukra, mint a természetes vízfelületek. Ezt a jelenséget nevezzük poláros fényszennyezésnek. Húzamosabb ideig ezekre a felületekre petézve a vízirovarok utódgenerációja is súlyos sérülést szenved, ami akár a helyi ökológiai hálózatra is kihathat. Az ilyen és ehhez hasonló biológiai ördögi köröket ökológiai csapdáknak nevezzük. Ez a szolárpanelek tulajdonosai számára sem kedvező, hiszen a felületekre száradt rovarpeték csökkentik a fényelnyelés hatásfokát, ráadásul a petékben napsütésben olyan savak keletkeznek, melyek kimarják a berendezés legkülső rétegét. A szolárpanelek poláros fényszennyezésének egyik csökkentési módját a zebráktól lesték el a környezetoptika laboratórium kutatói, akik felfedezték, hogy a zebracsíkos tárgyak nem hozzák a polarotaktikus bögölyöket. Minél vékonyabbak és számosabbak a csíkok, annál kevesebb bögölyt vonzanak. Talán éppen ezért a zebrák fején és lábain a legsűrűbb a csíkozás, hiszen ezeket a testrészeket kell a legjobban védeni a vérző sebeket ejtő bögölyöktől. Ez volt az első tudományosan is alátámasztott magyarázat arra a régóta megoldatlan kérdésre, hogy miért is csíkosak a zebrák. A környezetoptikusok kíváncsiak voltak, hogy ez a csíkozási módszer vajon működik-e a szolárpaneleknél is. Végül az elvégzett terepkísérletek beigazolták az ötlet helyességét. A megfelelően sűrű, fehér csíkozással ellátott szolárpanelek már nem vonzzák a vizet kereső polarotaktikus rovarokat, így például a szitakötőket és a kérészeket sem. Ennek oka azonban nem az, hogy a rovarok ezeket a felületeket többé már nem víznek tekintik, egyszerűen a fehér csíkok annyi apró cellára osztják őket, hogy a petézi szándékozó rovarok úgy gondolják, hogy az ilyen apró pocsolyák már túl kicsik lárváik fejlődéséhez, és így nagyobb vízfelület után néznek. Legújabban terjednek a piacon a matfelületi napelemek is. Ezek lényege, hogy felületeket különböző nanocsövek és piramisok segítségével érdessé tették, így jóval több napsugárzást képesek elnyelni, mint a fényes, sima felületi társaik, így hatásfokuk is nagyobb. Joggal merül fel azonban a kérdés, hogy vajon a matszolárpanelek is poláros fényszennyezők-e, mint a hagyományos felületűek. A kérdés vizsgálatára a svájci környezetvédelmi hivatal kérte fel a környezetoptika laboratóriumot. A kutatók fényes és matt napelemek borítására használatos üveglapokkal vizsgálták a terepen, hogy melyik tesztfelület mennyi polarotaktikus bögölyt vonz. A vizsgált viselkedési formák tekintetében a kísérletek azt mutatták, hogy a matt fekete szolárpanelek jóval kisebb mértékben vonzóak a polarotaktikus rovarok számára, mint hagyományos társaik. Ez azt jelenti, hogy a mattosított felületű berendezéseknek a megnövekedett teljesítménye mellett van egy nem várt, hasznos tulajdonsága is, jóval kevésbé minősülnek poláros fényszennyezőknek. Ennek oka dióhéjében az, hogy a különböző meteorológiai szituációkban róla visszaverődő fénynek vagy a polarizáció foka, vagy a polarizáció iránya eltér a természetes vizekétől.
A kutatók tavasszal folytatják a terepkísérleteket egyéb vízirovarfajokkal, hogy megtudják, mennyire általánosítható a kapott eredmény. Bár a napjainkban is már súlyos, és a jövőben is egyre súlyosbodó kérdés lesz, hogy a mindennapi életünkhöz szükséges energiát honnan teremtjük elő, fontos odafigyelnünk arra is, hogy a fosszilis energiaforrásokat kiváltó, megújuló technológiák ne okozzanak olyan környezeti ártalmakat, melyeket már ismerünk. Ilyen ártalom a csak néhány éve felismert poláros fényszennyezés is. Láttuk, hogy a zebrától ellesett egyszerű trükkel a szolárpanelek poláros fényszennyezése csökkenthető, vagy akár ki is küszöbölhető. De az érdesítéssel megnövelhető fényelnyelés is a természettől este el az ember, hiszen az éjjel aktív rovarok szeme hasonló elv alapján működik, hogy sötétben jobban lássanak. Érdemes tehát figyelnünk a természetet és tanulnunk tőle. Ez a kutatás megmutatta, milyen fontos, hogy egy környezeti probléma megoldásának érdekében a különböző tudományterületeket egyszerre ismerjük. Ha tehetjük, válasszuk a zöld technológiák közül is a legzöldebbet, így a szolárpanelek közül a fehér ráccsal ellátottakat vagy a mat felületűeket.